vannak korszakok a szellemvilágban, és a proféták, vagy a látók, vagy az egyházban a profétai emberek, vagy pontosabban az az egyház, akiben működnek az ajándékok, vagy a szolgálati ajándékoknak a munkái, azok olyan látók lesznek, hogy ilyen korszakokat tudnak összekötni. Nem tudom, láttad-e azt a science fiction filmet, amikor egy rendőr belelátott a múltba, és egy ilyen nagy táblán tudott látni sok mindent. És ugyanúgy, amikor jön a kenet, akkor az a múltba, a jelenbe és a jövőbe belelát. A kenet, a felkent, benned van, a kenet. A kenet volt, a kenet van, a kenet lesz. A kenet az, ami tanít. A kenet azért jött, hogy a sátán munkáját lerombolja Jézus Krisztus. Ezért jött, ezt mondja János levele. Azért jött, hogy a sátán munkáját lerombolja. Azért jött, hogy a sátán munkáját lerombolja. Nem azért jött, hogy fölépítse a sátán munkáját, hogy lerombolja a sátán munkáját. Amen. Tehát nem azért születtél ide, hogy fönntartsd a sátán munkáját, hanem lerombold a sátán munkáját. Tehát ott tartok, hogy Sámuel egy olyan személy, aki belelát a múltba, a jelenbe és a jövőbe. Rengeteg hibája van, amikor még kicsi, mert embrionális állapotban van. Ezért a szellemünk, amikor elkezd növekedni, azt fogod látni, hogy a kommunikációt meg fogod érteni, és ebből tudsz majd megértő szellemmel, ítélő szellemmel, helyesen döntő szellemmel produktívnak lenni. Ítélő, megértő és döntéshozó szellemmel fogsz rendelkezni, ha megérted a prófétai szellem munkáját. Elkezdesz máshogy hallani. Figyelj! Ott tartok, hogy megszületik Sámuel. Azért születik meg, mert Anna azt mondta, hogy odaadja Istennek. Nem azért születhetett meg, hogy éljen, hanem hogy próféta legyen. Annának megparancsolta Isten, és eddig tartott az ő hite, hogy add oda, cserébe megszülheted. Nekem kell. Nekem kell ő. Nekem kell ez az ember. Mert ő fogja összekötni a múltat a jövővel. És ő fogja az egész korszakot természet fölötti módon bemutatni nekünk. Tudod, a legtöbb ember nem akar prófétai módon látni. A legtöbb hívő nem akarja látni a láthatatlant. Mert a világ és az egyház leszoktat a láthatatlannak a látásáról. Nem az egyházban van a garancia, hogy lásd a láthatatlant. Nem a foteledben, nem az ágyadban, nem a munkahelyedben. A szívedben van. Jövő héten vesszük ezt a területet, hogy épül ki a szívben a láthatatlan, és hogyan dönti le Isten a láthatatlannal való szembenézést, meg a félelmét, és hogyan dönti le a magaslatokat, amik már te fölépítettél tudatosan, mesteri módon, hogy ott legyenek a magaslatok, hogy ne láss. Tudod, ahhoz, hogy ne láss, ahhoz nagyon sokat kellett dolgoznod. Ahhoz, hogy ne láss, hogy neked döntened kellett, hogy nem akarok látni. Tehát itt van Sámuel, és azért van odaadva Istennek, hogy proféta legyen, látó. Majd utána be van téve egy közegbe, ahol senki sem lát. Gyermek Sámuel szolgál az Úrnak éli előtt. Tudod, amikor Isten elhív téged, olyan helyre visz, ahol láthatatlan emberek vannak. Tehát nem bírnak látni. Vagy akartak látni, de már nem bírnak látni. Tudod, amikor Sámuel meglátja Élit, és elmondják neki, gondolom, a anyja, apja elmondta, hogy hát Élivel gond van, meg a fiaival, aztán ő is észreveszi, akkor ugyanaz a helyzet van, mint itt Magyarországon, hogy eldöntheted, hogy tiszteletlenül beszélsz és könyvet írsz Éliről, vagy túléled Élit. Eldöntheted azt, hogy ami még van benne, azt átveszed, és a megfelelő pillanatban kilépsz, hogy harcos legyél másokért, vagy pedig lejáratod Élit, és ezzel lejáratod a saját életedet. Tudod, a papság tisztelete az nagyon fontos volt már akkor is. Ott senki nem merte tiszteletlenül rágalmazni Élit, mert örökkévaló volt az elhívása. Örökkévaló elhívása rendelkezett. Az egy másik tészta, hogy úgy kipattintotta onnan Isten, hogy a lába se érte a földet, meg az egész családot. Mert megutálták Istent. Azt mondja az ige, aki nem tisztel engem, az azért nem tisztel, mert megutáltak engem. Sámuelnek át kellett látnia, hogy Élék és a fiai megutálják Istent, úgy, hogy proféta van küldve Élihez, hogy térje meg, és nem képes megtérni. Aztán meg kellett látnia azt, hogy megutálta Saul az Istent és az Isten igéjét, ugyanazt a szót használja Élénél, ugyanazt használja Saulnál az ige, hogy megutáltak engem. Saul megutált, megvetetted a beszédemet, megutáltad. Mert tudja jól Sámuel, tisztában van azzal a látással. Az engedelmesség és az áldozat, az nem mindig ugyanaz. Ha csak áldozatot viszünk, és nincs engedelmesség,
abból varázslás lesz, és házi bálványimádás, házi vallásos őrület. Tudja jól, hogy aki lát, annak mindig is engedemeskednie kell a látásához. Nincs olyan, hogy kompromisszumot vállalok bizonyos területeken, ahol világosságban mozogtam, cserébe Isten áldjon meg. Nem, a sötétséggel nem játszunk, mert megéget. Vigyázz, ha kialszik a fény a szemedbe, hogyan fogsz tudni tovább menni? A látásod miatt tudsz megmaradni az Úrban. Nem a saját magad döntése alapján maradsz meg az Úrban, hanem hogy mit látsz az Úrban, az Úrtól, az igény keresztül. Amen? Itt van Sámuel, aki látja ezt. Miközben fölnövekszik, látja ezt a korrupciót, és miközben fölnövekszik, látja azt, hogy megutálják Istent. Ahogy meglátta Sault is, hogy hogyan utálják meg az Istent. Majd utána meglátta a népet, hogy hogyan utálta meg Istent. Mert amikor királyt kértek, akkor azt mondta neki Isten, nem téged vetettek meg Sámuel, hanem engem. Ugyanaz a szó van ott. Megutálták Istent. Megutálták Istent, mint királyt. Amikor Dávid hatalomra jut, az egyik zsoltárában azt írja, hallottam az Urat egyszer szólni, de kétszer belecsendült a fülem. Azt kérdezed, miért csendget bele kétszer? Mert a hatalom az Istené. Amikor Isten valamit mond neked, azt meg fogod hallani. És amit meghallasz, az korszakalkotó lehet. Dávid a szívében azért hallotta kétszer, mert nyomatékosította Isten, hogy bár király vagy, de ez nem Isten tökéletes akarata. Én jót fogok kihozni ebből, de nem ez volt a vágyam. Ezért a hatalmat mindig nekem tulajdonítsd. Ezért volt sikeres Dávid. Ezért szerette őt Isten. Mert nem ő volt a hatalom, hanem Isten volt a hatalom. Nem hitte el, hogy ő hatalmas király, hanem azt hitte el, hogy hatalmas király az Isten, aki által ő kormányozhat. Nem tökéletes akaratból. Amen? Szóval itt vagyunk Sámuelnél. Történt egyszer Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, látni sem tudott. Istenek szövét nekem még nem oltatott el, Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol Istenek ládája volt. Tudod, amikor profétai emberekről beszélünk, engem az idegesít mindig, hogy olyan emberek, akik még soha nem feküdtek Isten jelenlétébe, vagy soha nem voltak olyan közegbe, hogy megértsék mi az, hogy papság, azok nem fognak tudni profétai módon beszélni. Mert csak azt tud profétai módon beszélni, aki látja a papságot, és a papság munkáját, és érti, és éli a papság munkáját. Ezért volt Sámuel bedobva oda Istentől, a papságnak a tűz közepébe, a frigyládához, hogy lássa, hogy kell Isten és ember között összekötni dolgokat. Hogy kell meglátni a rosszat. Hogy kell meglátni a szörnyűt, és hogy kell meglátni az utálatosságot. A próféta látja az utálatosságot, és látja a mennyet. Amen. És Istenek szövét nekem még nem oltatott el. Ott aludt ő, és szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, im hol vagyok. És Élihez szaladt, és azt mondta, im hol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdt. Tudod, lehet, hogy te egy titán vagy szellemileg, és rajtad működnek a karizmák, és nem tudom, milyen nagy mennyi látásaid vannak, és szét tudod ítélni Élinek a házát. De tudod, nem biztos, hogy azért, mert látsz bizonyos szinten, ismered az Isten hangját. Sámuel nem ismerte Istennek a hangját. És Istentől ehhez odaszánt szent ember volt. Mert tudod, egy az, amikor te látsz dolgokat, akár értelmi szinten is föl tud fogni, és egy másik oldal az, amikor meg tudsz ítélni helyesen dolgokat. És Élit nem ítélte el Sámuel, ő csak elmondta, hogy mi az Istennek a véleménye erről az egész helyzetről, mert próféta volt. De szerintem te nem vagy próféta. Élihez szaladt, és azt mondta, im hol vagyok, mert hívtál engem. Elment és lefeküdt. És szólította az Úr ismét Sámuelt. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és azt mondta, im hol vagyok, mert hívtál engem. És felelt, és nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. És még egy. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, még nem jelentetett ki néki az Úrnak az igéje. Miről beszéltem ma egész végig? Addig, amíg nem ismered az igét, és nem az igéből élsz, addig nem ismered az Urat. Sámuel nem ismerte az Urat, és nem ismerte az Úrnak a hangját. Tudod, szolgálhatsz úgy, pap lehetsz úgy, lelkész lehetsz úgy, hogy ismered az igét, a betűt, de nem ismered az igét, az élő szellemet. Ismerheted a prédikációk hangját, a paptársadnak a hangját, a lelkésztársadnak a hangját, a pásztortársadnak a hangját, de nem ismered Isten hangját. Mert attól, hogy te szolgálsz, nem biztos, hogy hallod Istent. Mert ez a generáció, a mi generációnk, az előző generáció, meg az előtti generáció úgy termeli ki a lelkészeket és a szolgálókat,
akinek van kedve szolgálni, az szolgálhat. Ez Jeroboám bűne. Úgy választott papokat, akinek kedve volt papnak lenni. Figyelj, ha te nem érted, hogy mi az, hogy szellemi papság, akkor hagyd abba a szolgálatodat. Tedd le a tollat, hagyd ott az egészet. Mert Isten előtt utálatos az, amikor az oltárnál olyan személyek szolgálnak, akiknek gőzük sincs, mi az, hogy papi szolgálat. Soha nem leszel próféta, ha még pap se vagy. És olyan prédikációkat fogsz mondani, ami nem prófétaiak. Ebben az időben ezeknek az embereknek abba kéne hagyni a szolgálatot. Semmi értelme nincs szolgálni. Csak az embereket butítják. Tönkreteszik idegileg, lelkileg. Szellemi, vallásos, neurotikusokat hoznak létre. Mert a remény nincs a beszédükbe. Mert a prófétai remény nincs benne a beszédükbe. Azt mondja itt Sámuel. Elmén azért Sámuel lefeküdt a helyére. Ekkor együtt az Úr odaállott és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. Kihagytam a 9-es verszakot. Történt valami a kettő között. Mondd azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdj le, ha szólítanak téged, ezt mondd, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, lefeküdött az ő helyére. Ekkor jött az Úr. És ezt mondta Sámuel, szólj, hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, ími, én olyan dolgot cselekszem Izraelben, amelyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül. Ezzel zárom. Ki tanította meg Sámuelt megítélni Isten hangját? Éli. Amikor te lenézed az előző generációt, akkor tudd meg, hogy ez a generáció, az előző generáció előtted nem akart Éli lenni soha. Egyetlen egy Isten embere, aki el van hívva valóban, nem akar tönkre menni a szolgálata végén. Senki se úgy kezdi, hogy én korrupt akarok lenni. Senki se úgy kezdi, hogy egy bukott szolgálóként akarok lemenni a színpadról. Tudod, amikor a színpadon áll Sámuel, akkor neki ezen kellett átmennie. Ez volt az ő pusztája. Ez volt az ő harca. Ez volt az életének a legsorsdöntőbb pillanata, hogy hogy jön ki Éli halála után, filiszteusoknak a győzelme után, és hogy lesz neki tekintélye? Úgy lett tekintélye, hogy ő az Isten igére figyelt. És minden, ami körülötte volt, azt megengedte, hogy átengedte a sorsnak, az Isten kezének, hogy hagyj legyen a színfalak mögül Isten, hagyj jöjjön ki, és a bábokat, élít meg a többieket, hagyj mozdítsa arrébb. És hagyj engedjen neki utat az ő szolgálatának. Mert ha Isten elhívta a prófétának, akkor vele lesz, protekciója van, védelem alatt van, úgy, mint Jeremiásnak, úgy, mint Ézsaiás, meg a többieknek. Amikor ott volt a küszöbön, akkor Isten hangját hallotta, tisztította a nyelvét, ugyanúgy, mint Jeremiásnak és Ézsaiásnak Isten, ott bent, Isten jelenlétébe. Az nyelvénből nem jött ki hamis ige, csak tiszta ige. Tudod, mi a hamis igé, a hamis igének az ellentétje? Az igaz ige. És tudod, mi az igaz igének az ellentétje? A hamis ige. Van is egy ilyen görög szó, hogy hamis ige, hazug ige. Tehát amikor ott történik az áttörés, akkor ő érzi Sámuel az életében, hogy itt valami átmenet lesz. És azt láttam meg, hogy van az átalakítás, van az átmenet, és lehetséges, hogy van átalakulás. Még egyszer. Van az átalakítás, van az átmenet, és van az átváltozás. Van az átalakítás, és a kettő között van, és az átváltozás között az átmenet. Ez három korszak, és ez szörnyű átélni ezt a három korszakot. Akkor nagyon könnyű élni, amikor már minden átváltozott. De akkor, amikor te benne vagy mind a háromban egyszerre, akkor bölcs emberré fogsz válni. Mert végignézek generációkat, hogyan sülnek és mennek tönkre. És ha Sámuelnél maradnék, Sámuel felnő és az Úr vele van. És akkor ezt csak, amikor már úgy érzi, hogy kijött az élik korszakából, és beléphet prófétaként a papi pozícióba, ez is innovatív, isteni erő, hogy Isten felkérte Sámuelt, hogy Éli helyett legyen pap és ítéljen. Tudod, ez az ami egy valódi szolgálatnak a tulajdonsága, hogy ítél. Helyesen ítél. Mer felelősen dönteni, és emberek sorsába, és működik, és gyümölcsöket hoz az ítélet. Na ez az amit soha nem gondoltál volna, hogy egy prófétából papot csinál Isten. Azonban az Istennek a népeinek ez nem tetszett, és neki király kellett, aki uralkodik. És aztán megint összetör, és érzi Sámuel, egész éjjel fönn van, és sír Isten előtt, tudod? Na ez az igazi próféta, aki nem magáért sír, hanem azért, mert elment a valódi isteni terv. Ez az igazi próféta, aki azért sír, és meri kifejezni az egész érzelmét, mert változás van rossz irányba.
Egy prófita fölismeri a negatív változást. És amikor ott ül és sír, akkor Isten azt mondja, hogy majd én elintézem, ne idegeskedjél, találtam egy férfit. Tudod, annyira megrendül, hogy előtte éli, és ő egy teljes változásban van. Majd utána kimegy, szolgál, és ő papként ítél, teljes szolgálat. Ilyen még nem volt Izrael történelmében, hogy próféta ítéljen csak, és nincs pap mellette, és nincs király, az később jön a királyság. És képzeld el, hogy ezután a korszak után még azt hinnéd, hogy Isten akkor most helyreállít mindent. Ezt csak megforgatja az egész nép, az egészet. Én hiszem, hogy a sátánnak a munkája volt, hisz azt mondták, mert láttuk, hogy más nemzetekben király van. Tudod, ez biztos vagyok benne, hogy a gonosz angyaloknak a munkája volt a nép életében. Sámuel pedig beleegyezik, mert Isten beleegyezik. Na ez megint a nézőpont. Miről beszéltem? Milyen szemszögből néz Isten a dolgokat? Tehát, hogy beültet egy hatalmas profétát egy korrupt embernek a szolgálatába. Majd utána egy korrupt népbe oda vezeti az Isten nagy profétát. Majd utána az a korrupt nép egy korrupt királyt akar felkenni. És Isten azt mondja erre, hogy oké. A nézőpont, hogy Isten hogy lát. Majd utána úgy tekeri a lehetőségeket, úgy tekeri az emberi sorsokat, hogy létrejön egy Dávid. És amikor létrejön Dávid, akkor Sámuel már biztos vagyok benne megnyugodott. Megnyugodott, hogy végre Isten szíve szerint való király lesz. De tudod, amikor Dávid meghal, jön Salamon, és jövő héten veszük majd Salamonnak a bukását, illetve a Jeroboámnak az országlását, és a magaslatokat fogom kielemezni rajtuk keresztül. Tudod, onnantól kezdve soha nem lesz már normális király. Esetleg Joás még azért tényleg feltűnő volt, hogy Dávid mintát követte, de tulajdonképpen a királyság soha nem működött. Soha nem működött rendesen. Ármány, gaztett, és mindenfajta gonoszság volt Dávid életében, Dávid élete körül. És ezzel zárom. Tudod, amikor elkezdődik a szellemi utazásod, akkor olyan harcokba fog belevinni téged Isten, ha megengedi. Átlásd a történelmedet, és átlásd a kor történelmét, átlásd a múltat, visszamenőleg 40 évre, 50 évre, és meglásd esetleg a következő évtizedeket.